Christopher Walken, Barbinek Péter. New York királya. Despierta, perra. ¿Y tú qué? ¿Cómo andas? ¿Ah? Vas a tocar la paloma y tal. Ah, qué rico, mami. Dame la maleta, que voy al aeropuerto. Olvast, faszfej! Frank White-ot kiengedték a börtönből. Kösz.
Megálljunk, Frank? Ne. Mi van veled, Bart? Megcsináltad? Rendben, ez jó. Hadd már ide a Joyard, basznak! Mi van már, haver baszki? Mivel? Mi tart ennyi ideig? Ez beletelik néhány percbe. Csak hogy nekünk nincs egy pár percünk, haver. Mi nem érünk rá. Csipked magad egy kicsit, hogy mehessünk a dolgokra. Higgadj le, jó? Mindjárt. Tessék, ülj le. Nyugi. Megmutatom, hogy kell, csak mered szépen a szemed. Figyelj! Egy sem paraguay. Siento por siento puro. Ja. Tutti. 100%-ig. Érezted már úgy, hogy bámulnak, baszki? Nem igaz. Van valami inni való? Valami buborékos szar. Lesérültem foci közben. Be kell vennem egy pár aspirint. Érted? Ez meg mi a fasz? Szólj már rá, hogy kapcsolja ki. Milyen gorilláid vannak? Rajzfilmet néznek? Szólj már rá, hogy kapcsolja ki, és inkább ugorjon el nekem egy kóláért. Por favor, léci. Bájala. Mi buszkál una Coca-Cola. Ja, és jó hidegen. Kurva hidegen szeretem, különösen focizás közben. Te is focizol? Nem, te nem úgy nézel ki, mint aki focizik. Bezzeg, én labdafüggő vagyok. Jump. Á, mi van? Első osztályú cucc. Most már elégedett lehetsz. De lehet, hogy nem. Kibontok egy másikat is. Úgy nézek ki, mint egy kibaszott zöldfülű. A bizalom nem az erősségem. Nyugodtan elhihet. Kurvára nem vagy tisztelettudó velem. Ne szalakodj itt. A cucc garantált. Tedd le a dohány plusz a 10%-ot. 10%-ot mondtam? Aha. Egy pillanat, nem ebben maradtunk. Mi a szar van? Milyen 10%-ról beszélsz, haver? Ide is kellett hozni, amigo. Szállítási költség. Miért nem szálltál vele vonatra, ha így ennyibe került? Mi a szarnak kell folyton flancolni? Bazd meg a humorodat, ennyi az ára. Más még csak szóba se állna veled, te kibaszott kis senki. Ha nem kell, húzz el! Most miért beszélsz így velem, hogyha nem kell? Szóval döntsem el. Na jó, viszem. Mert kovállak, elviszem. Pakold össze. Pénz beszél, negrito. Oké, Tito, te dirigálsz. Te vagy a király. És hol a kólám? Apre születe Coca-Cola!
mi a fasz? Betömködheted vele a lyukakat! Szobaszerviz a kurva anyátokat! Látogatóid jöttek. Mi van a pohárban? Gyömbérsör. Kérsz egyet? Akármeddig nem süllyedek le. Pa 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 pa. Isten hozott a szabadba! Végre már pajtás, végre! Gratulálok, Frank! Köszi! Gratul, pajtás! A kolumbiai faszfejek tegnaptól a pokolban üdülnek, ha értesz engem. Hát túl sokáig lehettem távol, mert semmit sem érzek. Meg sem rendültem. És ez borzasztó. Ja, hallottam, hogy a sét ilyen hatással van az emberre. Ajándékot is hoztam. Tessék, pajtás, ez Titói volt. De ahol most van, ott nincsen szükség rá. Ja, gondoltam esetleg, szponzorálhat bennünket némi ruhaneművel. Jó szórakoztál, mi? Na, 1000 éve vártam rá. Emilio Szápár üdvözletét küldi. Igen. A szagát is imádom. Akkor ott ilyen. Ha
Meg lesz a rendezvú D'Alessioval? Délután. Egy szabadba kerülés adnak, a kreol arcú fasznak is adunk egy beutalót. Egy fél szabad? Ez egy nagyon pipec tag, egy igazi heverni, tekerni, beverni való sengajra beszél. Hallottam hírét! Szóval, ki nézel velem hozzá? Oda csak az megy, aki melegedni akar. Én inkább a placon újítok egy bigét, hogy az suvickoljon ki. Valódi nőt. Valódi nőt. Ugyan. Igen. Te Jim? Hogy egyszer sem jöttél be? Nem akartalak ketrecben látni. Persze. Viszlát! Szevasz! Hello! Csá! Szevasz! Hello! Gyertek már! Hát... Igen. Titó király. Jól van, lányok. Titó király, kezdjük. Titó királyé. Jó, hogy meghalt. Most felhúzhatom a kesztyűjét, és megtekerhetem vele. Szex. És? Mennyit hoz? Hát, várjuk meg apu a fedelest és kiderül. Az nekem kurva sok idő, tudja. Nem ártana, ha elolvasnád. Minek? Tanulhatnál belőle. Mit? Hogy hogyan jobb? Szeretném, ha ezt nem részleteznéd, Joey. Miért? Mert szeretném, ha nem részleteznéd. De hazamegyünk, nem? Igen, nagyon fáradt vagyok. Hol késik? Isten hozott, Frank. Köszönöm. Örülök, hogy látlak. Szervusz. Látom, van forgalom. Igyekszem. Jó estét. Isten hozott, jó, hogy üdvözlöm. Itt vagy. Én is örülök. Köszönöm. Mindent köszönök. A szabadságra. Gyere! Earl, jó, hogy itt vagy. Jó estét, Charlie, bemutatom Franket. Kedves, hogy eljött, bíró úr. Örülök, hogy eljött. Üdvözlöm az ifjú kollégáját. Újra itthon. Jó estét. Frank. Körültekintőben kellene viselkedni a tanácsos. Az ember a barátairól ismerszik meg. Nem igaz, Joy? Pete, üdvözlöm. Hello, Frank. Üdv idekint. Szevasz, Frank. Isten hozott. Azt hiszem, mindenkit is igen, megsz. Hello. Pete, hogy van a család? Ryan, Dennis? Jobban, mint amikor távozott a körünkből. Dolgoznak is maga. Mint egy ex-hulla. Frank White, sokat hallottam magáról. Csupa rosszat. Ne higgyen el mindent, amit Pete ír a cikkeiben. Tudja, szóval... Mindegy, azóta megjavultam. Ezt sokan örömmel hallják majd, ugye Pete? És mi lesz a megjavult Frank White, ha nagy lesz? Polgármester. Azt hiszi vicc. Figyelj, beszélnék Articlé-jel. Lazíts már, tudod, azért jöttünk, hogy jól érezzük magunkat. Te csak annyit mondj neki, hogy meg akarok beszélni vele valamit. Az egy vadbarom, nem fog találkozni veled. Legfeljebb az egyik csicskásáig juthatsz el. Mondd azt,
hogy Frank White üzletről akar beszélni vele. Csak annyit mondjon, hogy hol és mikor legyen a randevú. Hát, tanácsos, remekül megdolgozták ezt az urat. Felülmúlja önmagát. Akkor én megyek. Nem sokára találkozunk, ha még megleszek. Hát, szervusz. Hát, szervusz. Mi a baj? Nem örülsz, hogy láthatsz? Azt kaptad, ami járt. Talán többet nem kerülsz bajba. Az a jó ügyvédek mennyiségétől függ. A magadfajták nem hisznek a törvényességben, nem? A magamfajták magukat hiszik törvénynek. Tudod, hogy... Tudod, hogy mit tennék most veled? Meg szeretnélek kefélni a metrón. Mit segíthetek? Artival szeretnék beszélni. Várjon itt. Na ne. Valami olajos hajó akar beszélni magával. Jól van, küldve. Nincs mese, ez ász. Arti, most figyelsz, vagy... Na mi van már? Mi a túró van? Most játszunk, vagy mi van? Neked mit van? Kitett utoljára. Nyugalom, nyugalom. Utolsó, apád, anyád. Valami jót ad, Johnny. Hogy lesz, na. Aztán jó lapot adj. Arti, uraim. Ki ez? Honnan tudjam? Ki jön? Arti. Oké. Okay. Részemre a 200-as. Frank White-tól van üzenetem. Szeretne megbeszélni valamit. Mondd meg, hogy nem tárgyalunk nigger köcsögökkel. Na lássuk, mi van lent. Azt mondja, hogy eszébe jutott valami, amit szeretne megbeszélni. Csak mondja meg, hol és mikor. A pokol kibaszott fenekén. Ha velem összeakad, azt fogja kívánni, hogy bárcsak felejtették volna ott a sitten. Sokat hoztak nekem a kolumbiaiak. Így van. Ha ezt üzeni neki, én átadom. Nem voltam elég világos. Mondd meg annak a szarházinak, hogy rosszal húzott ujjat. De üzenek még mást is. Mondd meg neki, hogy Arti ezt feleli a ajánlatára. A francba! Személyesen add át. Szó szerint. A kurva életben. Úgy szerint nem. Folytassuk. Te jössz, Arti. Rádat és a tárcádat. Ó! Ezt is?
gyertek el a Plaza Hotelbe. Adok egy kis munkát. Frank White-ot keressétek. Húzzuk innen. Emelem a tétet. Benne vagyok. Nagy szarban vagytok. 200-at teszek. Oké. Úgy, mint helyenél, jó? Muszáj, sok az játszunk. Van lenn. Megkaptam az üzenetét. Még egy ilyen kibaszott hülyét. Látom, kártyáznak. Beszállnék. Persze, örömmel látunk. A barátaidat. Nem, Artival kettesben. Na, elég volt ebből. Champ Ost. Blackjack, ház nincs. Hé. Hey. Hello. Tökös gyerek vagy, hogy idejöttél. Na, jöhet a lap. Pam, 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 pam. Jöhet a lap. Szóval, mostantól semmi olyasmi nem zajlik, amiben nem vagyok benne. Se blackjack, se drogbuli, se semmi. Ha egy gram kokó gazdát cserél, részt akarok. Halára zabáltátok magatokat, amíg más éhezett. Most én jövök. Azt hiszed, megéred, hogy elkölthesd azt a sok pénzt, te kis fasz? Ha valamelyikőtök besokalt az ilyenek cseszegetéseitől. Oké, haver. Az megtalál engem a Plaza Hotelban. Oda jöhet. Szívesen látom! Csak jöjjön! Francis White, 1948. július 4-e, anyja neve, apja neve. Letartóztatva fegyvertartásért, fiatalkorú börtöne. Feltétele szabadlábra helyezés, illegális fegyvertartás, drogkereskedelem. Büntetését letöltötte. Igen, szerintem is. Figyelj, tudunk beszélni? Most nem. Akkor később a ruhatárnál megvárlak. Jó, másik. Uh-huh. Értem. Egy pillanat. Asha, milyen csinos. Ma nagyon felbosszantottam magam.
Mondtam, hogy megteszem, ami tőlem telik, és meg is tettem. Hát, Edward Sánchez mindent bevetett, de tanácsos úr, jó estét. Jó estét, Alisa, hogy Aisha. Van? Aisha. A képviselő úr az imént épp azt mesélte el, hogy a Dél-Bronxi kórház nem élte túl a támogatás megkultítását, én pedig végtelen csalódottságomat fejeztem ki neki. Mm. Próbáltam elmagyarázni, hogy nem volt elég pénz a költségvetésben a fenntartására. Egy 20 milliós városban ezt nehezen találom hihetőnek. Jobbra számítottam. Én is reménykedtem, Frank, de egyszerűen nem volt rá pénz a költségvetésben. Ha olyan könnyűnek hiszi a dolgot, találjon rá maga. Meg is teszem. Remek. Úgy 16 millió a negyed év végére. Vegye úgy, hogy megvan. Maga, mint ennek az embernek a tanácsadója, elmagyarázhatnán neki, hogy milyen komoly dolog egy város pénzügyeinek az intézés. Tudom, mi kell a városnak. És nem csak a flancos kerületekben van szükség kórházakra. Hagyd, Frank, felejtsd el. Nem akarom hagyni, hogy bezárják. Felejtsd el. Sem a város, sem te nem tehetsz semmit. A város nem jó helyen keresi a pénzt. Adok egy sokat érő tanácsot, utazz el oda, ahol nem keveredsz bajba. Azt hittem, ezért fizettelek. Elnézést. Hello, Frank. Beszélnünk kell. Én nem hinném. Ugyan már. Elbeszélgethetünk egy jó baráttal. Nem a barátaim. Nagyon hiányzott nekünk, amíg odabent volt. Én is alig bírtam ki. Ja, tudja, mi kering magáról? Halljuk. Hogy a sitten éces lett a sok segbekúrástól. Bizony, ezt beszélik. Azt nem, hogy amikor kivertem, mindig magára gondoltam. Mit szarakodunk, vigyük ki. És hol a nyakkendőjük? Szólj évnek. Gyerünk. Elnézést, nyugalom, elnézést, bocsánat, nyugalom, megjöttünk. Befelé. Mi a fene ez? Ne visszük kihallgatni. Milyen alapon? Ez zaklatás. Őrsre megyünk, maga is jöhet, még az ilyennek is joga van ügyvédhez. Na jöjjön. Gyerünk! Nézzem bele! De jó alaposan! Rajta! Mi ez? Majd megmondja. Én nem tudom. Ez az egyetlen esélye, White. Halljuk, mi ez? Letartóztatnak? Kezdődik, bazdmeg. Ha igen, rajta, ha nem mennék a dolgomra. Fogd be, te szemétlád! Hé, Frank, mondd valamit! Gyere, Frank! Gyere szépen! Mutatok neked valamit! Mutatok valamit, jó? A rohadék! A szemét! Chili! Chili! Hadd nyíljam ki! Hadd nőjem szét a fejét! Üljön be a kocsiba! Üljön be! Maguknál így megy? Tudom, mire készül, de felejts el! Kicsinálom a barátaival együtt, mielőtt hozzáfognak. Üdv idekint, faszfej! Chili! Befelé. Jól van. Most kurva nagy mázlét volt, de a seggedben leszünk. A jó öreg Frank, a többieknek is üzenem. Remek! Töltetek neked? Nem? Hölgyeim és uraim, egy kis figyelmet kérek! A vőlegény tanúja szólna!
Köszönöm. Először is megköszönöm Tommy Flanagannek, hogy egyetlen feketeként eljött egy íres küvőre. Jól érzed magad? Én Déli vagyok. De jól érzed magad? Igen, Isten, ilyen minden barátom itt van, minden haverom. Jól van, beleizzadt. Joe Mulligan az ara édesapja, jöjjön Joe. Neki köszönhetjük a szép dekorációt, onnan van az antialkoholista klubból. De nem csak azt, mindent ő állt, vagy $200 bánta. Jól van, elég már. Most már elteheti a pisztolyt, Joe, a lelet negatív lett. Így van ez. Erről ennyit. Roy Bishop, jól látom, hogy egy kis afro feelinget csempészet ritkás hajzatán. Tip? Kathy, a legkedvesebb párra, akit valaha ismertem, barátaim, az egyetlen még együtt lévő párra a környéken. Csináljatok szerencsét, nagy vagyont, sok gyereket, legyenek bármik, csak zsaruk ne. Nem kell több fegyverrel össze-vissza téblából, szamár. Na, ebből elég. A nász néppel kívánok minden jót. Rátok. Szeretlek. Á, atyám, köszönöm, hogy eljött. Ez természetes. Örömmel. Szeretnék, ha mindenki jól érezni. Adjon valamit inni. Jó. Adjon nekünk valami rendes fiát. Kérjük valami rendeset. Igen, bár bezárt elő a tárcákat. A feleségem! Ah, csak vicc volt, te fasz! Nyugi! Vizsinye, gyere! Gyere ide! Bocsi! Szösz! Van egy kifes! Ez a feleségedre hajt! Több így nyilvánvaló, kiböki a szemed, mint egy vámpír! Mi a nagy helyzet? Hogy s mint van? Remekül érzem magam. Igen, akkor miért nem táncol? Gondoltam, azt az örömapára hagyom. Bírni fogja egész éjjel. Viccel velem. Itt nekem kéne egy jó kis nász éjszaka. Mm. Ezek csak dögleni fognak az ágyban. Reggelig. Megtenne valamit? Adja oda az ifjú párnak, még sok dolgom van. És minden jót neki. Biztos nem jön be? Nem, mennem kell. A jövő héten találkozom. Hát jó, de ne vigye túlzásba. És vigyázzon magára. Mondja meg a barátjának, hogy felejtse el. Nincs annyi pénze. Még meglepődhet. Ki nem állhatom a meglepetéseit. Az is elég pofatlanság, hogy ide küldte. Ezt a szart elviheti mutatóba. Egy kurva gram 120 belőle. És összesen úgy 110 kilónyim van. Az utcán 15 millát is megér. És biztosítékot akarok, hogy ebben a városban senki nem terít. Különösen ő nem. Nézze, Larry. Mondja a feltételeket. Én elmondom Franknek, aztán leülnek egymással, megegyeznek. Ha mégsem, akkor is barátként válhatnak el. Na, mit szól hozzá? Annak a faszopónak nincsenek barátai. És mielőtt még egyáltalán belegondolok, hogy leülök-e vele, jobb, ha tud valamit. Én nem egy Artie Clay-féle faszfej vagyok. Átadom. És a maga részét is ő fizeti. Világos. Maradj ott szépen. Mindjárt beteszem a Frankensteint.
sokszor mondtam neki. Mondtam, hogy ne baszogassa a kurvámat, aztán amikor elkezdett rigálni, mint egy kurva, meg lett baszva, mint egy kurva. Érted, hogy értem? Annyi lett meg. Tudod meg, mit kértem? Ki ne hagy valamit? Érted, ugye, picit? Mit is kértél? A szószt el ne felejtsd, baszki! Egy csirke mellett kérsz, tudod? Nem, combot! Nagyon semmi baj! Vigyázz! Ne szorú! Hello, segíthetek? Segíthetsz-e? Ja, kezdetben dobd meg egy 10-es csirkecomba faszikán. Barbecue szósszal és chipszel akarom, mindent jegyeztél, köcsög? Ja. 6 főt kukorica, aztán jöhet 8 szelet sült. Meg még vagy egy tucat garnéla, meg hagymakarika. Majonészt vagy ketchupot adjak hozzá? Majonészt. Krumpli salátátok nincs? Nem, nincs krumpli salátánk. Tűnés attól a géptől. Nincs pénzetek, úgyhogy tűnés a géptől, oké? Hogy a faszba beszélsz te ezekkel, köcsök? Nincs pénzük, haver. Ez minden? Ja, ez. Csipked magad egy kicsit, ha lehet. És ne, hogy megpróbálj átverni, nem kell macskahús, csirkehúst kértem. Tessék. Menjetek csak játszani. Meg ne sértődjön. De vegyen nekik, amit kérnek, jó? Nagyi, szabad. Rajta, menjetek. Menjetek csak. Tessék, neked is, gyere. Menj csak te is. Bejátszatok. Amit csak kedvetek van. Mi van már a kajámmal? Elaludtál? Nem érek rá egész nap. Összesen 56-90 lesz. Mondtam, hogy végeztem. Innék is, ha nem zavar. Van nyírfasörötök? Nincs nyírfasörötök. Nincs, azt se tudod mi az, mi? És gyömbérsörötök? Gyömbérsört se tartunk. Na jó, akkor mennyi? 56-90. 56-90? Hát, ez kurva sok. Hé, köcsök, tudod mi újság? Le vagy tartóztatva? Te mindenhol ott vagy, a kurvanya! Hogy mondtad, mi? Oké. Okay. Fogd be, te szemétláda! Neked befellegzett! Letartóztatom Miguel Mata, Salvador Tito és Rafael Santo Domingo meggyilkolásáért. Jogod van hallgatni, úgyhogy fogd be a kurva pofádat, jó? Ez meg mi? Ezzel nyírtad ki Mata? És téged is ezzel foglak kinyírni. Majd a szádra fagy a vigyor, ha egész életedre lecsuknak és szétkúrják a seggedet. Kis bubi köcsöt! Mondd még egyszer és mindjárt a pofádba nyomom a nagy fekete lombot! Tedd rá a bilincset, majd odakint elintézlek, te néger buzi! Ez életem legszebb napja, és tudod miért? Mert egy igazi élő szemtanunk is van, tudod? Én sose hagyok szemtanukat! Igazán, talán mégis, lehet, hogy öregszem. Ne baszakodjatok a haverommal! Ne bőjjetek meg! Gyerünk! Pofa, Bera, felé mozgál! Kicsim, gyere ide. Ha nem kapunk támogatást, az egész intézményt be kell zárnunk. Ki sem tudom fejezni, mennyit jelentene az önök segítsége annak a több ezer családnak, akik csak ránk számíthatnak. Nézzenek körül, kérem. Szia. Ó, édesem, miért vagy szomorú? Felvidítsalak, menjünk játszani. Szeretnél játszani? Megyünk is. Nézzenek. A legtöbb, amit az anyagért megkaphat, 30 lepedő pakkonként. Az úgy 3 millió dollár nagybani árat jelent. Bárki is veszi meg, kizacskózás után 120-ért, 150-ért tudja eladni gramját az utcán. Az 150 ezer dollár pakkonként, 5-ször annyi, mint egyben. Vagyis az egész áru így 15 milliót ér. 12 millió dollárt senki nem dob ki csak úgy az ablakon. Tudom, nincsenek emberei, akik az utcán tudnának teríteni, de nekem vannak, maga anyaggal száll be, én emberrel. Minden kockázat az enyém. Már ha van, a különbséget elfelezzük, hogy aztán ilyen helyeket támogathassunk. Mit mond rá? Ha közkórházat akarnék alapítani, Pekingben maradtam volna. KP-t akarok az áruért. Mennyit? Előre 3 milliót. Ahogy mondta. És még plusz egy felett az átvételkor. Az nagyon sok pénz. Az áru is rengeteg. Gondolj át. Átgondolom. Tudja, Frank, ez a beszélgetés meggyőzött róla, hogy maga micsoda egy kibaszott őrült. Yeah.
Minden elrendezve, de én a helyedben nem egyedül mennék. Nem bízom abban a kínaiban. Enrico Mata. Kórházban lábadozik 24 órás rendőri felügyelet mellett. Hajlandó tanúskodni a bíróságon. Jambez egyszer lebukott. Szándékos gyilkosság. Épp szabott ki óvadékot? Fejenként 1 milliót. Tegyük le értük. Ekkora összeg letétele inkább bajt okoz, mint segít. Aztán vedd rá évet, hogy beszéljen valamelyik barátjával, hogy tegyen valamit azzal a zsarúval, helyezze át, vagy nyugdíjazza. Szeretném, ha nem lenne útban. A főnöke több rendbeli gyilkosságban nyom, az őrültség erre gondolni is. Csak kérd meg. Mielőtt még a kibaszott frakjára locsantom Bishop agyvelejét. Szedj össze pár embert, eléjük megyünk. Meg lesz, Frank. Hol vannak már? Itt vannak! Most már jön, jó, hogy láttam! Végre, Loxi, Loxi kapitányon, cica-mica csicskásaival! Bizony! Faszki, 1000 éve nem találkoztunk! Hé, Bishop, bulizom velük, jöhet Vöri köcsög, meg Csoki köcsög is! Hallom, a mamájuk ott lesz, Isten, ilyen fogunk szórakozni, te... Adj egy pacsit. Csoki bácsi. Tessék, virágra, a tanudnak. Gyere, Jimmy, menjünk. Sok dolgok van még. Jól van. Úgy csubbat vegyél. És nyald ki a seggem. Jó. Utánam kész, ugye? Igen, persze. Mi az? Büszke magára, tanácsos? Ha netán valami gondja van, forduljon a bíróhoz. I'm gonna take it, I'm gonna make it all right. Dream on.
Én ezen a környéken születtem, és gyerekként azért imádkoztam, hogy elkerülhessek innen, és soha többé ne kelljen visszajönnem. Az imám szerencsére nem hallgattatott meg, mert ez a környék mostanában egyre csak szép. És azt tapasztaltam a színpadon és a magánéletben is, hogy ahol megvan a segítő szándék, az valahogy utat is talál. Köszönetet szeretnék mondani a helyi közösség a magam és New York város nevében azért, amit tettek. És további támogatásukat kérem ahhoz, hogy megvalósulhasson a kórház, amelyre e környéknek égető szüksége van. Jelentkezünk a jótékonysági bárról, amelyet azért rendeztek, hogy megünnepeljék a helyi közkórház újjáépítési tervének beindítását. Amint azt egy igen ismert helyi politikus mondta, ez felemelő pillanat a város és minden polgára életében. Az államok tessék, első emberei akár egy filmsztár. Frankből egy kibaszott filmsztár lett. Akik megakadályozták a kórház költségvetési hiányok miatti bezárását, ígyunk és támogatásukkal hozzájárulnak annak fennmaradásához. Rajta, ígyunk, Frankra. Megcsinálta. Az New York királya az a fasz. New York királyára. Mi meg ez alatt azzal tökölünk, hogy szemtanúkat keresünk. Új lenyomatokat veszünk, amit imádok, meg te is. Izzadunk, igaz, fiúk? Jól megizzadunk, hogy aztán a menő ügyvédei kihozzák. Kb. 10 percen belül. 10 percen belül kint van az utcán. Én azt hittem, hogy a jó oldalon állom. Hogy a törvény számít valamit. De sajnos ez a rendszer a genyládákért van. Mennyit is keresünk egy évben úgy? 36 ezret? 36 és 36 felett. És felett, közti? Nincs mit. Én voltam az esküvői tanúd. Nagyon köszönöm. Szaros 36 és fél ezerért kockáztatjuk az életünket. Minden éjjel. Frank meggyilkol és tele van dohánnyal. Roy. Roy. Csak egy módon kaphatjuk el Franket. Úgy, mintha egy rivális banda műve lenne, ha maga is belemegy. Akit nem tud letartóztatni, azt lelövi? Ez nem a maga... Tudja, hogy mi a kurva nagy bajom magával? Hogy nem hagy dolgozni. Az lenne a dolgom, hogy megvédjem a békés lakosságot. Csak hogy maga nem engedi. Ha valami baromságot művel, a seggére mászok. Hát akkor maga nélkül. De elkapom Franket. Rendben. Csak hogy tudja. Ez a fickó a gumilövedékesekhez jár. Az agyára ment. Tudja, Roy, valahányszor Frank barátunk megöl valakit odakint, az a mi hibánk. Tud aludni tőle? Mert én nem. I left
the bar. You know her homie, homie, man, I wanted to chill. But you know her mother's art, she wanted to ill. So I said, hey baby, is you on the bill? Cause tonight I wanna be your lover. Just one thing, I forgot to buy a rubber. Wait a little while, then we snuck upstairs. Valahányszor így lenézek, olyan fura érzésem támad, hogy valamit, amit állandónak hiszek, egyszer csak majd nem látok többé. Sok időt vesztettem. De vége. Mától egy percet sem vesztegetek el. Ha még marad egy-két évem, teszek valami jót. Ha marad időm. Valami jót. Csak egy év. Ennyi kell. Bele akarok folyni egy bizonyos ügyletbe. Esetleg több ügyletbe is, ami a dollár-jen viszonylatokkal kapcsolatos. A német márka kizárva. A svájci frank is. És minden más deviza. Ezekkel nem akarok foglalkozni. Tessék. Salvador Tito, Miguel Mata, Emilio Zappa, Arthur Clay, Lawrence Wong. Nézze meg, tanácsos úr. Maga azt képviseli, aki mindezért felelős. Magának elment az esze. Maga ügyvéd, a kamara tagja. Hogy vehet részt ilyesmiben? Mégis miben? Na ne tegyen úgy, mintha nem tudnám, mi folyik itt. Nem teszek sehogy. Ha van bizonyíték, a vigye be. Na addigra késő lesz. Hozza be. Meglátogatnánk Franket, oké? Okay? Csinálod ezt? Na be sem mutatsz a barátaidnak. Mi azok a bunkóságnak? Jó benyomást akarok tenni rájuk. Hát én meg szeretem tudni, hogy kinek adok-e anyagot. Te nem anyagot árulsz, testvér. Te gyilkolsz. Munkanélküli vagyok, már senki sem maradt.
Az a te gondod. Ébresztő! Szevasz, Frankie! Az úr XL Carter. Nagyon örülök. Mi van Los Angelesben? Hőség. Hozhatok esetleg valamit inni? Nem. Ha nem bánja, térjünk rögtön a tárgyra. Van egy rakás eladó anyaga. És Joey úgy gondolja, hogy ez engem esetleg érdekelhet. Kóstolja meg. Igen. 12 millió. KP. Hatot tudok adni. A másik hatot akkor, ha bejött az ár az utcáról. Fele KP-ért fele anyag jár. Mindent vagy semmit? Rendben, de Carlos itt marad, hogy a többit átvegye. Én majd visszajövök. Helyes. Milyen messze van a cucc? Itt a szomszédban. Menjünk. Majd még jövök. Magánál van a pénz? Kísérd fel. Hello. Adj egy kis tüzet.
megzsárunk! A francba! Nincs potya utazás, fasz a pak! Tűnjön az útból! A francba! Eltűntek. Nem hiszem. Bár nem hiszem. Várj! Semmi! Thank you.
Oké, Jimmy! Csak ketten vagyunk! Frank hol van, ha? Elege lett a petrálásodból? Benne hagyott a szarban! Gyere, Jimmy! Merre vagy? Csak ketten vagyunk! Te figyelj, tudod mit? Van itt neked egy csirkecomb! Te csirkezabáló bunkófasz! Mi lesz? Mi lesz már, légy férfi? Jimmy! Gyerünk, Jimmy! Csak ketten vagyunk! Jimmy! Beszélgessünk egy kicsit! Na gyerünk! Mi lesz? Hol az a comb, he? Tessé! Na és az üdítő? Mi? Kólámat szeretem, hol a kólám? Na, mi van, mi van, mi van, mi van? Hol a barátnőt, köcsök? Hé! Gyere már! Gyirki! A kurva anyát! Gyerünk már, Gyirki! Baszki! Soha be, baszre! Gyerünk! Gyirjál ki, baszre! Jól van, nincs nagy rész. Nem vészes, nem vészes. Nyugi pajtás. Maradj nyugton. Ne, maradj csak nyugton. Próbálj mélyeket lélegezni. Lélegezz mélyet. Kapsz levegőt. Ne, várj. Mert segítek. Tomi. Tomi, a fenébe. Tom! Tomi, mi lesz már? Gyirki a kurva anyát! Gyirki! Szeretlek. Szeretlek, Tomi. Abból a szomorú alkalomból gyűltünk itt ma össze, hogy elbúcsúzzunk két testvérünktől, akik tragikus körülmények között hagyták itt e földi létet, szeretteiket, barátaikat, kollégáikat. Amik éltek, embertársaikat szolgálták azzal, hogy a bűnt üldözték, nem törődve a rájuk leselkedő veszéllyel, és azzal, hogy erőfeszítéseik nem egyszer hiába valónak tűntek. A küzdelem sokszor egyenlőtlen volt, hiszen aki a rosszat képviseli, a gonosz oldalán áll, az mindig gátlástalanabb, kiméletlenebb, mint az,
aki a törvények szerint akar eljárni. Az odaadó tenni akarás miatt kellett két testvérünknek távozni a közülünk, ami mindnyájunknak végtelenül fáj, és még nagyon sokáig fog fájni. De ez legyen az a pillanat, amikor eszünkbe jut az Úr, akinek bizonyára megvolt rá az oka, hogy magához szólította szeretteinket. Indulj már a kurva anyádat! Rahadj meg! Indulj, bazd meg, hogy rohadnál meg! Hogy basznál meg a kurva életbe! Rohadj meg! Rohadj meg! Hé, figyelj! Tudtam volna, hogy zsaruk, azok a rohadt szemetek átvertek a kurva anyjukat, átvertek! Átvertek pont úgy, ahogy téged, Frank, hinned kell nekem. Nem úgy van, ahogy hiszed, nem úgy van, esküszöm. No, meni igaz. Hidd el, nem akartalak elárulni, szeretlek. Somos amigos, mondd meg miért. Ne hazudj, csak az érdekel miért. Csak az, hogy miért. A pénz miatt, oké? Okay? A kibaszott pénz miatt? Rohadék! Nem érj hozzám! Annyi pénzt ajánlottak, amennyit életemben nem láttam, és bevettek volna a tanúvédelmébe, teljesen kész voltam. Te ezt nem értheted. Most hol van a pénz? Nálunk. Magánál hordtam mindet. Temessétek mellé. Frank! Bocsáss meg! Frank! Hozzi kurva! Amikor Artie Clay hirtelen halála ügyében nyomozott a rendőrség, kiderült, hogy 13 milliót hagyott hátra ingatlanban. Vajon hogy lehet ez? Vagy ott volt Larry Wong? Kinek a kezében volt a fél kínai negyed, amikor kimúlt?
Larry ócska lyukakat adott bérbe kínai menekülteknek, a saját testvéreinek havi $800, úgyhogy egyetlen WC volt a folyosó végén. Na és Tito király 13 éves kislányokat futtatott az utcán. Ők azért haltak meg, mert én így nem akartam pénzt keresni. Emil Zappa. A Zappa testvérek halottak, mert teljesen lerohasztották a várost. És arra számított, hogy büntetlenül megúszom? A fél életemet börtönben töltöttem, sosem úsztam meg semmit, és csak olyat öltem meg, aki megérdemelte. Ki tette ítélő bíróvá? Hát, valakinek ezt is el kell végeznie. Maga meg Artiklé, meg a többi szemét alak miatt. $50,000 díjat tűzött ki a fejemre. Én lettem a közellenség. Az egyes számú. Maga szerint ez nem hangzik viccesen? Hát közlöm magával, meg a haverjaival, hogy én meg 250,000 ajánlok minden egyes alakért, aki benne van az ügyben. És akkor majd megtudjuk, hogy milyen érzés, amikor nem kell félni attól, hogy valaki a sötétben szétlövi a fejünket. Szeretném, ha megtudnák, hogy milyen így élni. Ezt adja át nekik. Miből gondolja, hogy lesz még ideje meglátni? Hol az a kurva telefon? Most nem rólam beszélünk. Hanem, hogy kiveszi át a drogüzletet. Azt hiszi, hogy ha engem elkap valami éjszakai klubban, az emberek felhagynak a droggal. Ebben a városban évi $100 milliárd költenek arra, hogy lebeghessenek. És erről nem én tehetek, én ez alatt a börtönben rohadtam. És ez csak rosszabb lesz. Nem én vagyok a maga baja, én csak üzletelek. Ide a kicsikét, de óvatosan. Óvatosan. A bilincset. Bilincselje magát a székhez. Hülye dolog, mi? Üljön le, oda a székre. Mit szól, milyen érzés? Üdvözlet a klubban. Puf, puf!
White! Akinek díjat tűztek ki a fejére, az ne metrózzon. Vége! Adja fel! Adja fel maga! Tessék! Akar többet is látni? Milyen elvetemültnek hisz. Nem lesz baj, csak nyugi. Frank, tegye le a pisztolyt! Könnyítsen meg! Én olyasmiket műveltem életemben, ami magában fel sem merül. Miért lenne ez most más? Ott a pisztolya, használja, rajta! Ne szórakozzon, Frank! Tegye már le azt a kurva pisztolyt! Itt ez az asszony. Kedves hölgy, van családja? Hm? Nem akarom bántani, de ha muszáj, szétlocsantom az agyát. Megértette? Igen, uram. Maga megtenni? Adja békén, Frank, ez a kettőnk ügye. Csak kettőnké! Örökké nem bújhat el más mögé. Annyi idő nem kell. Fegyverrel hadonászik!
magyar hangok. Barbinek Péter, Szersény Gyula, Háda János, Fekete Ernő, Tarján Péter, Versényi László, Rába Roland, Sótonyi Gábor, Pap Dániel, Árkosi Kati, Mezei Kitti, Faragó András, Juhász György, Áron László, Kardos Gábor, Várdai Zoltán. Magyar szöveg Nagy Éva, hangmérnök Steiner András, vágó Katona Edit, gyártásvezető Bogdán Anikó, szinkronrendező Dóci Orsolya. A szinkron a Club Publishing Kft. Megbízásából a Valódi Stúdióban készült. Before I knew it, up come my boys. Noisy as hell and drunk as shit. Say, yo, schooly school, what time is it? Looked a little closer and I knew it was a gag. What I thought was a girl was nothing but a fag. Oh, man, you know what I mean? You know what I mean, Eminem, man? It's wild Saturday nights, man. You know, I got something else to say, man. I got something to say, man, that everybody is like this. Let me tell you a little tale about Peter the Pimp. Sucker MC, trying to cop a lip. Rode around town in a couple of cars. Got gagged by the man trying to stick up for bar. The judge said, boy, what was on your mind? Said, ask me, she was cheaper, cocaine and some wine. The judge said, boy, relax and have a beer. We won't be doing shit for the next 10 years. Cheaper, cheaper, y'all, y'all. Yeah, yeah, it's that cheaper, cheaper. Cheaper, cheaper, y'all, y'all. Some call it Shiva, some call it weed. It's the killer, it's the filler, it's the thing that you need. Say Shiva, Shiva, y'all, y'all. Yeah, yeah, you know. Me and my man, Cold Money, my man Eminem, we're just chilling. You know what I mean? My name happens to be Schooly D, if you didn't guess by now, you know. Only Schooly D will make some crazy ass shit like this. I get back. Take it away, Cool. You all know you just can't believe everything you see and hear, can you?